Mégis ha Magyarország abban a helyzetben állítani, hogy választania kellene ennek a az elfogadása. A filmet Varga Szabolcs forgatókönyve alapján Gerebit Sándor rendezi. A történetben két fiatal iskolai kutató munkája során megelevenednek a Magyar Béke Delegáció tagjai. A diákok egy stúdióban megépített és berendezett szobában segítik egymást a tanulásban. Az ő tanulmányuk során és az ő szörföléseik az interneten és egyebeken egyre közelebb kerülnek a történethez, ahol megelevenedik fikcióban ez a beszéd elmondás, ami kb. 1920. január 16-án Párizsban a külügyminisztériumban zajlott. Előtte a Chateau de Madridban mint egy éjszakányi idejük volt szerencsétlen magyar delegáció tagoknak arra, hogy felkészüljenek erre az egészre, és másnap Aponyi szinte improvizálva mondta el ezt a beszédet. A Carter Rouge című film forgatásának egyik jelenete az említett Aponyi beszéd a Vasvári villában játszódik. A történetben felbukkan Teleki Pál nevezetes vörös térképe, és hallható lesz Aponyi Albert megrendítő védőbeszéde Szalóci Pál tolmácsolásában. A film ötlete is tőle származik, a neves újságírót elvarázsolta a védőbeszéd, és úgy érezte, minél több emberhez el kell juttatnia. Ezért elsőként felmondta egy hangszalagra, ezt tovább gondolva jött a film ötlete. Mindenképpen a mai fiataloknak akartuk a közelébe hozni ezt a történetet, mert pont az a generáció, aki, aki most úgy rácsodálkozik, hogy ja, a trianon év van, akkor mi is, mi, mi, is szó lesz. És, és, és hát ők aztán tényleg Alul vannak informáló erről a témáról, mert van olyan generáció, akinek ez még mindig a szíve közepi belül fájdalom, de a mai fiatalok talán már nem annyira érzik ezt. A film vezető operatőre számára izgalmas feladat volt mind a stúdióban, mind a vasvári villában való forgatás. Mindkét helyszínen korhűen kellett bevilágítani a tereket és ahhoz állítani a kamerákat. Itt voltak olyan írások, történelmi írások, amik meghatározták, hogy mondjuk ennek a teremnek, milyennek kell lenni a hangulatának. Nagyon kevés fény, derengő, alig látták egymást, hogy akkor nem voltak ilyen lett világítások, stb. mint most. Tehát, hogy a, a, igazából, de a, természetes fények, azok a beszűrődő fények harmonizáltak, hogy azok határozták meg a hangulatot. Úgyhogy ez kellett egy olyan helyen visszaadni, ahol nagy ablakok vannak egyébként, sok fény van, mert az már gondolom egy kicsit modernizáltabb épület, de ugyanakkor az összhangulata azért az, az valahol ott van, mint ott kint Franciaországban valamikor. A három napig tartó forgatáson több mint húszan dolgoztak reggeltől késő éjszakáig. A budapesti kollégákat a pécsi munkában a Filming in Pécs segítette.